Köszöntöm nézőinket a stúdióban, Kaltanekkel Zsuzsanna, a Dunaharaszti nő egyletvezetője, szervusz! Szervusztok, én is köszöntöm a nézőket! Amiért pedig bejöttél most ide hozzánk, ugye május 16-án ismét megrendezésre kerül a Bogrács főzőverseny. Igen, a Baláti Bogrács partin, igen. Most már 6. alkalommal rendezzük meg, és hát mindig így május vége fele szokott lenni, tehát inkább egy ilyen kis nyár nyitó kis fesztivál, kis baráti találkozó. Igen, reméljük, hogy most az időjárás kegyes lesz hozzátok. Hát reméljük, bár ezen a főzőversenyen, hát nem is tudom, tavaly jó idő volt. A halászlé főzőversenyünket szokta néha elmosni az eső, de akkor is jó hangulat van. Igen, beszéljünk egy kicsit magáról a versenyről, hogyan lehet nevezni, milyen feltételei vannak? A feltételek maradtak a régiek, tehát várunk baráti társaságokat, civil egyesületeket, vagy bárki, aki szeretne részt venni ezen a főzőversenyen. Ezen a főzőversenyen bármit lehet főzni, ami Bográcsba elkészíthető, és nincsen semmiféle kötöttség, hogy bármilyen húsfélét, vagy bármit használnak. Mindenki azt főz, amit szeretne. Nevezési díj van, 2000 forint, az is maradt, ez is egy kis jelképes összeg, mert azért máshol már jóval több díjazást szoktak kérni. Tűzrakó helyett akkor asztalokat, padokat, sátrakat, tűzifát, azt mi szoktuk hozni, tehát fölállítjuk lent a nomád kempingbe, és akkor jönnek a kedves résztvevők, és elfoglalják a helyüket. Mindig szoktam kérni a csapatokat, mikor jelentkezzenek, hogy mondjanak egy csapatnevet, ki szoktuk nyomtatni, és az asztalokra rátesszük. Vannak külön kívánságok, mert már vannak régi versenyzőink, akik már kezdetektől jönnek, és akkor ők mondják, hogy én ezzel a csapattal szeretnék egy csátorba lenni, vagy azzal a csapattal, és akkor így szoktuk elosztani a helyeket. Tehát ugye jó kapcsolatok is. Igen, nagyon-nagyon jó kapcsolatok is már kialakultak, és nagyon-nagyon örülünk neki. Például most már 3. éve a Dunaharaszti Vadász Egyesület is részt vesz a főzőversenyünkön. Ők egy baráti beszélgetés alkalmával csatlakoztak hozzánk, miután ők is pont akkor szerveztek volna főzést, mikor mi a főzőversenyt, és akkor meghívtuk őket. Az most már 3. alkalommal jönnek, és nem csak ők jönnek, hanem még 2-3 környékbeli vadász egyesületet is meg szoktak hívni erre a rendezvényre. Úgyhogy most már nagyon örülünk neki, hogy tehát nem csak harasztiak, hanem már a környékből is jönnek csapatok. Igen, hány órától lehet érkezni a nomád kempingbe? Én 7 órától mindig lent vagyok már, reggel 7-től. 9 órakor szoktuk egy kis rövid megnyitót, egy kis köszöntjük a vendégeket, és akkor mondjuk, hogy na most neki lehet állni főzni, de már akkor mindenhol már fő. Ha más nem sül a reggeli, ami nagyon finomak szoktak lenni, aki szokott jönni, az tudja, hogy már nagyon finom illatok terjengenek olyankor a levegőbe. És 1 órakor szoktunk zsűrizni, délbe-kölbe szaladunk, hogy ki hogy áll a ételekkel, és akkor noszogatjuk kicsit őket, hogy siessenek, vagy pedig aki egy kicsit még le van maradva, annak az ételét szoktuk utoljára zsűrizni. Tudunk valamit a zsűriről? A zsűri tagjai, általában ez már megszokott dolog, a csapatokból kerülnek ki, tehát minden csapat ad egy zsűri tagot, és most már évek óta a Kisduna étteremből vagy a Győri Attila, vagy valamelyik fiú el szokott jönni, ő szokott segíteni, és a Liget Falatozóból pedig a Nyitrai Peti. Lesznek díjak is? Lesznek díjak, ugyanúgy, ahogy eddig is voltak, vacsorajegyek lesznek ajándékosarak, az Alkotók Egyesülete nagyon szép dolgokat készít, amit ugye a versenyzők még külön meg szoktak kapni. Most 2. éve csinálunk süti versenyt, tehát megkérek minden lányt, aki a csapatok tagja, hogy süssön finom sütiket, nem kell nagyon különleges sütiket sütni, hanem olyanokat, amit otthon bármikor megsütnek, és itt a közönség szavazhat, hogy melyik sütemény ízlett a legjobban. Na hát ebbe akkor én is beszállok majd. Jó. Köszönöm szépen. Még egyszer mondjuk el, hogy mikor? Ez a rendezvény május 16-án szombaton lesz, lent a
nomád kempingben, és 9 órakor, és mindenkit várok szeretettel. Az újságban is megjelent a felhívásunk, és ott vannak elérhetőségek, tehát a e-mail cím és telefonszám. És még egyet szeretnék, igen, hogyha lehet. Szeptember elején egy 3 napos rendezvény sorozat keretében kézműves vásárt szeretnénk rendezni, és hát várjuk minden haraszti ügyes alkotónak a jelentkezését, aki itt szeretne árusítani. Olyan termékeket kívánunk, amit saját kezüleg készítenek az emberek, tehát nem mindenféle műanyag meg hasonló dolgokat, tehát olyan kézműves dolgokat, bármi lehet, akár például még sajtokat, vagy ha van olyan, aki finom borokat készít, olyanoknak a jelentkezését várjuk, vagy kosárfonók, mézes kalácsosok, kerámiások, és még sorolhatnám, tehát nem nagyon tudok most így mindent felsorolni. Tehát azoknak a jelentkezését is várnám, majd szerintem az e-mail címemet, igen, meg a telefonszámomat azt kiírjátok, és az ő jelentkezéseit is várjuk. Rendben, köszönöm. És várok mindenkit szeretettel május 16-án a főzőversenyünkön. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm. Nézőinek pedig köszönjük a figyelmet.